Új állandó kiállítás nyílt a turisztikai központban. Világbajnokkal tornáztak Szerencsen. Nyílt napot tartottak a szerencsi rendőrségen. Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerencsi Városi Televízió híradóját látják. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének vezetésével indult el 2015-ben Szerencsen a Gyere, azaz a Gyermekek Egészsége program, melynek célja a gyermekkori elhízás megelőzése, illetve az egészségtudatosság kialakítása. A kezdeményezéshez csatlakozott Miló Viktória ökölvívó világbajnok is, aki ellátogatott Szerencs oktatási nevelési intézményeibe. Miló Viktória világbajnok ökölvívóval tornáznak az óvodások és az iskolások. A gyerekek nagyon élvezték a közös testmozgást. A gyerekprogram keretén belül harmadik órában Miló Vikivel tornáztunk. Sok új dolgot megismertünk, amit majd tesi óra keretében is fogunk csinálni. Nagyon jól éreztük magunkat, beleadtunk mindent. Reméljük, hogy majd jövőre is fog jönni. A Gyere, azaz a Gyermekek Egészsége program 2015-ben indult Szerencsen, melynek célja a gyermekkori elhízás megelőzése és az egészségtudatos életmód kialakítása. A célunk az, hogy már gyermekkorban kialakítsunk a gyermekeknél egy olyan helyes táplálkozási étkezési szokásokat, mind minőségben, mind mennyiségben megválogatva az élelmiszereket, amik kihatnak az egészséges életmódjukra a későbbiek folyamán is, és felnőtt korban minél későbbre kitoljuk azon betegségek megjelenését, aminek főleg az elhízás, az túlsúly lehetséges lehet az oka. A programhoz nemrég csatlakozott Miló Viktória ökölvívó világbajnok is, mivel fontosnak tartja, hogy a gyerekek minél hamarabb megtapasztalják a mozgás örömét és megszeressék a sportolást. Ezért látogatott a város oktatási intézményeibe, és együtt tornázott kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Én nemrég csatlakoztam a programhoz, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége keresett meg, aminek nagyon-nagyon örültem a menedzsmentemmel együtt, hiszen ez egy nagyon-nagyon szép feladat. Már gyerekkorban el kell kezdeni a sporthoz való szoktatás, hiszen a fiatalkorban való mozgáskoordináció fejlesztése az később kihat ugye a felnőtt korra. Gyermekként meg kell tanulnunk futni, ugrani, úszni, kerékpározni, mindent, hogy majd a későbbiekben egészséges életet tudjunk élni. Szerencsen a város teljes 0-tól 18 év közötti lakossága összesen 2259 gyermek vesz részt a programban. A dietetikusok 6 oktatási intézményben, a védőnők a helyi közétkeztetés képviselőinek, valamint a szülők bevonásával ismertetik meg a gyerekekkel a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mozgás fontosságát. Kis Róz Ilona kerámikus alkotásaiból nyílt állandó kiállítás április 22-én a Szerencsi Turisztikai Központban. Koncz Ferenc polgármester megnyitó beszédében elhangzott, hogy ezzel a kiállítással a város lelke erősödött, és ezek a tárgyak hosszú időn keresztül tudják majd gyönyörködtetni a szerencsieket és az ide látogatókat. Köszönetet mondott Takács Istvánnénak, aki felajánlotta magángyűjteményét a város számára. Takács Istvánné 20 éve gyűjti a művész munkáit, amelyekből ezzel a felajánlással állandó kiállítás jöhetett létre Szerencsen. A gyűjtemény 123 darabból áll, a kerámiák között megtekinthetőek zenés témájú szobrok, valamint népi és vallási ihletésű tisztárgyak. Úgy döntöttünk a családdal, elsősorban férjemmel, hogy felajánljuk a városnak. Én anonim szerettem volna maradni, de hát nagyon kis városban élünk, és sajnos nem sikerült. Úgyhogy így most már nevesítve van, a családom ajánlja fel a városnak, állandó kiállításra, itt méltó helye van, és nagyon köszönöm a Művelődési Központ vezetőségének, hogy ilyen méltó körülményeket biztosított már az első kiállításra is, és szándékunk, feltett szándékunk, hogy gyarapítani fogjuk még a gyűjteményt. A kiállítás megtekinthető a Turisztikai Központ nyitvatartási idejében 2-től vasárnapig 9 és 16 óra között. A Föld napját Magyarországon 1990 óta ünnepeljük április 22-én. Az Amerikából induló kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld természeti értékeire és kiemelje a környezetvédelem fontosságát.
a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában sokszínű programokkal, illetve hulladékgyűjtéssel emlékeztek meg a Föld napjáról. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában a hagyományoknak megfelelően idén is megemlékeztek a Föld napjáról. Az egésznapos programsorozat során a gyerekek biciklitúrán, aszfaltrajzversenyen, filmvetítéseken és játékos vetélkedőn vettek részt. Szombaton, április 22-én volt a Föld napja, és mi ezt szinte hagyományként mindig megünnepeljük az iskolában a különböző programokkal. Egyesek elmennek biciklitúrára, a többiek pedig maradhattak, filmvetítés van az alsósok és a felsősök külön-külön, meg ugye itt vagyunk ideként, itt pedig aszfaltrajzverseny megy. A környezettudatosság kialakítása már gyermekkorban elkezdődik, ezért különösen fontos felhívni a diákok figyelmét a természeti értékeink megőrzésére. A sokszínű program során mindenki megtalálhatta az érdeklődésének legmegfelelőbb elfoglaltságot. Nem könnyű az egész iskolát megmozgató programot csinálni, illetve hát nagy a korkülönbség, és ugye a gyerekek korához igazítani azokat a tevékenységeket, amiket ők szeretnek. Próbáljuk úgy, hogy sokféle dologból választhassanak, ők döntik el, hogy melyik programot válasszák, mire szeretnének menni. A Diák Önkormányzat a Földnapja alkalmából személygyűjtést is szervezett, melynek során több tonna papír, műanyag, illetve fémhulladékot sikerült összegyűjteni a tanulóknak, melyet a ZHK munkatársai szállítottak el. 100 településen több mint 4600 programmal várták a szakmák éjszakájára az érdeklődőket a szervezők április 21-én. A múzeumok és a kutatók éjszakája mintájára idén már második alkalommal rendezték meg az eseményt. A Szerencsi Szakképzési Centrum is csatlakozott a programhoz, hogy bemutassa az érdeklődőknek az iskolában tanított szakmákat. A leendő diákok betekintést nyerhettek a szakmák világába, többek között a fodrászat, szépségápolás, ács, fémmegmunkálás vagy a villanyszerelés rejtelmeibe. A szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a gyakorlati programokra, vagy a saját kézzel végezhető tevékenységekre, így az érdeklődők maguk is kipróbálhatták a szakmák egyes fogásait, megtekinthették a Szerencsi Iskola műhely munkáját. A szakmák éjszakája keretében a szakképzési centrumok oktatási intézményei mellett számos gyár, üzem és egyéb létesítmény, többek között áruházak, vasúti forgalomirányítók, bankfiókok, vendéglátóhelyek és posták is megnyitotta kapuit. Az elmúlt éven a programokra országosan több mint 40 ezeren látogattak el, így a rendezvény már tavaly első alkalommal Európa egyik legjelentősebb pályaorientációs eseménye lett. Nyílt napot tartottak a Szerencsi Rendőrkapitányságon április 21-én pénteken. A rendőrökhöz a helyi iskolákból látogattak el diákok, akik rövid, de átfogó ismereteket kaptak a szervezet működéséről. Nagy volt a jövésmenés a Szerencsi Rendőrkapitányság új felújított épület részében. Ott jártunkkor éppen a Bolyai János Katolikus Általános Iskolából látogattak el ötödikesek a rendőrségre. A diákok rövid előadást kaptak, elkészítették saját új lenyomatukat, és közelebbről is megismerkedhettek a rendőrségi felszerelésekkel. Eljöttünk az osztályjal a rendőrségre, és felvilágosítottak minket arról, hogy milyen számokon kell lesz segítséget hívni, ha tűz van, vagy beteg embert látunk az úton, és megnéztük, hogy milyen parancsokat adnak ki a kutyáknak, és új lenyomatot is vettek tőlünk. Az ötödikeseknek Nagy Sándor rendőrszázados hivatalvezető tartott rövid előadást. Elhangzott, hogyan ismerhető fel az igazi rendőr, hogyan kell hívni a segélyhívót, és mit kell mondani a diszpécsernek, hogy baj esetén a rendőrök minél átfogóbb képet kapjanak a problémáról. A gyerekek természetesen a kérdéseikre is választ kaptak. Tartottunk nekik egy pár perces előadást, amit nagyon érdeklődve figyeltek. Meséltünk nekik a 112 segélyhívóról, mit jelent ez, mikor lehet felhívni, mit kell mondani diszpécsernek, hogyha tárcsázzák ezt a számot. Azt is elmondtuk, ugye, hogyha mobiltelefonjuk van, akkor ezt a számot akár SIM-kártya nélkül is, vagy esetleg, ha nincs pénz a telefonjukon, úgy is fel lehet hívni. Az előadás után a diákok a rendőrségi udvaron találkozhattak Odinnal, a rendőrkutyával, aki különleges kiképzést kapott.
A gyerekek érdeklődve figyelték, ahogy a kutyás járőr elmesélte, hogy az Odinhoz hasonló rendőrkutyák milyen fontos szerepet is töltenek be a bűnöldözésben, ugyanis a kiképzésüknek köszönhetően képesek kiszimatolni a kábítószert, vagy akár ártalmatlanítani a bűnözőket. A nyílt nap végén a gyerekek beülhettek a rendőrautóba, és kipróbálhatták a szirénát is. 12. alkalommal rendezték meg április 22-én a Pálinka és Bormustrát Szerencsen a Rákóczi várban. Idén rekordszámú 50 bor és 36 pálinka érkezett. A rendezvényen szakavatott bírálók döntötték el kategóriánként, hogy a számos kiváló minőségű nedük közül melyiket tartják legérdemesebbnek arra, hogy díjazzák a termelőjét. 2017-ben Szerencsváros bora címet Lucsai János 6 putonyos asszúja kapta. Nagyon szép borok jöttek össze, nagy részt igazából mondhatom az, hogy száraz borok, de az asszúig, tényleg a szárazszalon asszúig mindenféle kategória képviselteti magát, illetve a 16-os évjárat is bemutatkozik. Erdei fülesbagoly fiókát mentettek meg április 25-én Szerencsen. A 37-es számú főút mellett található egykori autókereskedés udvarán a fűzfában találtak rá a bagoly családra. A nagy szél miatt megtépázott fűzfát szerette volna rendbe tenni a tulajdonos, amikor észrevette a fiókát és három tojást, majd értesítette az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának munkatársát. A füles baglyok általában gajfészekben vagy mesterséges üregben költik ki a fiókáikat. A madár várhatóan a Miskolci Vadasparkba kerül, ahol állandó személyzet fog rá vigyázni. Ha felnő, egy erdős területen engedik majd el. Fát, amit a szél összetépett, a leszakadt gólyat levágjuk. Sajnálattal, most már így utólag mondom a sajnálattal szót, ebben a leszakadt ágban benne volt egy madárfészek. Ugyan láttuk, hogy kirepült belőle egy madár, de nem tudtuk, hogy honnan. Majd miután a fa ágat leszakítottuk, levágtuk, sajnálattal két kis madár leesett, meg egy tojás. Kis-kis madárból az egyik az nagyon kicsi volt, az azonnal elpusztult, de egy másik az elkezdett mozogni, és tulajdonképpen erre figyeltünk fel, hogy mozog a madár. Jubileumi 10. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Asztali Teniszversenyt április 22-én Szerencsen a Kulcsáranita sportcsarnokban. 94 fő vett részt a megmérettetésen, Rozsnyóról és az ország minden tájáról érkeztek a versenyzők. A tornán csak MB2-ben szereplő ifjúsági és felnőtt játékosok vehettek részt. A páros versenyben 4. helyen végzett a szerencsi csapat. A verseny rendezéséhez nem volt elegendő a saját asztalunk, amely 9 darab volt. A Boly Szántó általános iskolától kölcsönben kértünk erre a versenyre, de ezek már a nemzetközi szabályoknak megfelelő asztalok, így 12 asztallal tudjuk megrendelni a mai versenyünket. Ez volt a Híradó április 28-án. Adásainkat visszanézhetik a szerencsihírek.hu weboldalon és a YouTube-on. Kérem, maradjanak velünk az időjárás előrejelzés után is, és tekintsék meg Városhatár című magazinműsorunkat, melyben beszámolunk a 7. alkalommal megrendezett cserkésznapról, és portrét láthatnak Csorba Istvánról. A Híradót készítő kollégák nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!